A Sky Showtime hazai startjával időszerűvé vált ismét végigvenni, hogy milyen szolgáltatások közül válogathatnak a magyar sorozat és filmrajongók. 2023-ra eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag minden nagyobb platform elérhető itthon is. Ez viszont azzal is jár, hogy komoly összeget kell a filmnézésre szánni minden egyes hónapban, ha esetleg valaki kivétel nélkül az összes előfizetést be akarja zsákolni. Éppen ezért mi most ebben a videóban kiemeljük a nagyobb streaming szolgáltatók előnyeit és hátrányait, így talán könnyebben el tudjátok majd dönteni, hogy mely szolgáltatás éri meg a havi előfizetést számotokra. Fontos megjegyezni, hogy létezik több kisebb streaming platform, például az RTL Plus, ami havi 1990 forintért érhető el, és itt lehet nézni például a Király című Zambó Jimmy sorozatot, vagy mondjuk a Telekom TV Go, ami 1500 forintért kínál havonta egy csomó nagyobb hollywoodi mozit, vagy esetleg még érdekes lehet a magyar filmeket kínáló Filmio is 1190 forintért havonta. De mi most ebben a videóban kifejezetten a nagy nemzetközi szolgáltatókra koncentrálunk. Kezdjük rögvest a legrégebbi és vitán felül a legnagyobb versenyzővel. A Netflix három választható előfizetői csomagot kínál a nézőknek, ezek közül az első, a havi 2490 forintos alapcsomag összesen egyetlen eszköz esetén engedélyezi a lejátszást egy időben, magyarán nem lehet mondjuk a tévén nézni egy mozifilmet, miközben a gyerekek tableten néznek egy másik mesét. Mindehhez 720p-s felbontást társul. Az egyel drágább, havi 3490 forintos standard csomagban már Full HD-ben, vagyis 1080p-s felbontással lehet élvezni a Netflix kínálatát, illetve egyszerre két eszközön is streamelhetőek a filmek és sorozatok. A legdrágább, havi 4490 forintos prémium csomagban pedig ez a szám egyből 4 eszközre ugrik fel, illetve megfelelő kijelző esetén 4K-ban is élvezhetjük a műsorokat. Nyilván nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a Netflix épp most áll bele páros lábbal azokba, akik profilmegosztással próbáltak spórolni, holott a kezdetekben még kifejezetten buzdította is erre a különféle reklámokkal a felhasználókat. Jelenállás szerint, ha nem a háztartáshoz társított eszközről jelentkezik be valaki, vagy hosszabb ideig a fiókhoz társított háztartáson kívülről fér hozzá tartalmakhoz, a rendszer az account tulajdonosának kiküld egy négyegyű számkódot, amit a következő 15 percben kell aktiválni a szóban forgó eszközön. Elvileg 31 naponta legalább egyszer be kell továbbá jelentkeznünk az előfizetéshez társított háztartási Wi-Fi hálózatára, illetve szúrópróbaszerűen is kérheti a Netflix, hogy igazoljuk magunkat az aktiválókóddal. Némi ráfizetéssel lehetőség lesz egy háztartáson kívüli tagot is hozzáadni a standard és a prémium előfizetési csomagokhoz. Ennek magyar ára még nem ismert, de Spanyolországban személyenként 6, Portugáliában pedig 4 euróba kerül majd. Terveznek továbbá egy minden korábbinál olcsóbb, ugyanakkor reklámokkal dúsított előfizetői csomagot is, de ez egyelőre hazánkban még nem elérhető. Sokszor éri az a vád a Netflixet, hogy az új sorozatokat lépten nyomon elkaszálja, így nem éri meg követni a kedvenceinket, hiszen bármikor félbeszakadhat a sztori. Az igaz, hogy darabszámra tényleg a Netflix törli menet közben a legtöbb szériát, ugyanakkor itt indul el a legtöbb új sorozat is, szóval ha az arányokat nézzük, akkor nem ez a szolgáltató áll az első helyen az elkaszállások terén. De mikből válogathat itt a néző? Sorozatok terén temérdek saját gyártású széria közül lehet válogatni, a leghíresebbek nyilván a 2016-ban elstartolt és már 4 év alatt megélt Stranger Things, az Andrei Sapkowski regényen alapuló Vaják, a Julia Quinn regényei alapján forgatott Bridgerton, a II. Erzsébet királynő uralkodásáról szóló A Korona, a koreai Nyerd meg az életed, vagy Squid Game, a vérfagyasztó Jeffrey Dahmer, a Szörnyeteg, a Jeffrey Dahmer Story, a Ginny és Georgia, vagy épp 2022 egyik legnagyobb meglepetése az elképesztő sikert aratott Wednesday. A Netflix már filmeket is előszeretettel készít, amik rengeteg előfizető figyelmét keltik fel. Ilyen volt például a Dwayne Johnson, Gal Gadot és Ryan Reynolds főszereplésével a Különösen veszélyes bűnözők, Leonardo DiCaprioval és Jennifer Lawrence-al a Ne nézz fel, Sandra Bullockkal a Madarak a dobozban, vagy Ryan Johnson legutóbbi filmje a Törbeejtve az üveghagyma. Ma már alapvetés, hogy minden fontosabb film és sorozat magyar nyelven érhető el. Tavaly márciusban váltotta le a Warner Media hazánkban is az HBO Go streaming platformot az HBO Max-ra. Itt a Warner Bros. Mozifilmjei mellett többek közt a Cartoon Network, a The CW, az Adult Swim, a New Line Cinema vagy épp a DC Entertainment műsorai is megtalálhatók. Havi 2390 forintos áron egyszerre három eszközön streamelhető a kínálat, bizonyos filmek és sorozatok esetében akár 4K-ban is.
Ha valaki a DC Comics képregény hőseien alapuló filmekre és sorozatokra, Harry Potter filmekre vagy épp a Trónokharca összes évadára vágyik, akkor nem is kell tovább folytatni a keresést. Sőt, az HBO Maxon debütált a Trónokharca első spin-off sorozata, a Sárkányok háza is, ami óriási sikernek bizonyult. 2023-ban az HBO Max legnagyobb dobása egyértelműen a jelenleg is futó The Last of Us sorozat, ami sokak szerint minden idők egyik legjobb videójátékon alapuló szériája. Ezt a véleményt osztjuk mi is. Az HBO Max jövőjébe a Warner Bros. És a Discovery egyesülése kavarhat be, illetve már kavart is be egy kicsit. Itthon szinte minden rekordot megdöntött a Besúgó című hazai gyártású sorozat, amit a Warner Bros. Discovery vezetősége több más európai szériával együtt egyetlen tolvonással eltörölt a földszínéről, gyakorlatilag legyalulták Szentgyörgyi Bálint sorozatát a platformról. A Besúgó egyébként listánk egy másik szereplőjénél, a Sky Showtime platformnál talált új otthont. Nem tudni pontosan mi lesz az HBO Max jövője, de az valószínűnek tűnik, hogy jelenlegi formájában nem marad fenn, jönni fog valamilyen átalakulás. Korábban arról pletykáltak, hogy egyesülni fog az HBO Max és a Discovery Plus, de a legújabb hírek szerint utóbbi megmarad független szolgáltatásként, az HBO Max viszont simán csak Max néven folytatja pályafutását, és ez lesz a cég óriás, nagy központi felülete, ahol az HBO Max jelenlegi és jövőbeli tartalmai mellett megjelennek a Discovery műsora is. Mindez valószínűleg áremeléssel is járhat. A The Wall Street Journal információi szerint egyébként a Warner még 2023-ban el akar indítani egy harmadik, teljesen ingyenes, viszont reklámokkal megspékelt streaming szolgáltatást is. Egyéb iránt az HBO Maxon is alapvetésnek számít már a szinkron a legtöbb friss műsor esetében. 2022. júniusában indult el Magyarországon is a Disney Plus, ami nem csak a 20th Century Fox, a Lucasfilm, a Marvel Studios, a Pixar Animation Studios, a Searchlight Pictures és a Walt Disney Pictures filmjeit és sorozatait gyűjti össze, de itt található meg az ABC TV csatorna felhozatala is. A hazai előfizetők olyan szempontból még szerencsés helyzetben is vannak, hogy a nálunk elérhető Disney Plus magában foglalja a Star címszó alatt például a Hulu streaming platform egyes műsorait, ezért nézhető nálunk például itt a Predator előzményfilmnek tekinthető 2022-es Preda. A legtöbben viszont minden bizonnyal a Marvel és Star Wars filmekért, illetve sorozatokért fogják kifizetni a havi 2490 forintos előfizetői díjat, ezért cserébe egyszerre négy eszközön pöröghet a streamelés. Értelemszerűen minden új Marvel mozi is felkerül a platformra viszonylag hamar. Nézhető már például a Fekete Párduc 2 is, illetve egyből elérhető az összes kifejezetten ide gyártott MCU sorozat, így például a WandaVízió, a Sólyom és a Télkatonája, a Loki, a Mi lenne, ha animációs széria, a Sólyom szem, a Holdlovag, a Miss Marvel, vagy az Amazon az ügyvéd, de olyan külön kiadások is, mint az Éjjeli vérfarkas, vagy a Galaxis őrzői ünnepi különkiadás. Több új sorozatot terveztek idénre is, de ezek nagy részét el kellett halasztani, elvileg csak a Loki második évadát és a Secret Invasion-t, avagy titkos inváziót fogjuk megkapni 2023-ban. Star Wars fronton hamarosan jön a Mandalori harmadik felvonása, de nézhető már az első két szezon mellett a Boba Fett könyve, az Obi-Wan Kenobi, az Andor, vagy több más animációs sorozat közül például a Star Wars a rossz osztag. Még idén érkezik Rosario Dawson főszereplésével az Ahsoka sorozat, és elvileg 2023-ban fog befutni Jude Law-val a Star Wars Skeleton Crew is. Szinkron terén jó hírekkel szolgálhatunk, az összes fontosabb friss film és sorozat egyből így is elérhető. Az Amazon Prime Video, vagy röviden csak Prime Video listánk messze legolcsóbb streaming szolgáltatása, hiszen mindösszesen havi 899 forintba kerül. Egyszerre három eszközön streamelhető a kínálat, melyben megtalálhatják számításukat a Star Trek rajongók, hiszen itt nézhető a Picard sorozat, vagy épp a végtelenül brutális, a szuperhősök világát temérdekvérrel és emberi gonoszsággal megbolondító a Fiúk, avagy a The Boys. Alan Ritchson főszereplésével itt fut a kifejezetten jó Reacher sorozat, de visszakanyarodva a képregényes vonalhoz, itt érhető el a Preacher is. A legtöbben viszont minden bizonnyal a Gyűrűk ura világában játszódó, a mozifilmek történései előtti korok meséjét elénk táró, a Hatalom gyűrűi című sorozat miatt dönthetnek úgy, hogy tesznek egy próbát az előfizetéssel, sőt, igazából még a pénzünket sem kell kockáztatni, ha bele akarunk nézni a kínálatba, mivel létezik 30 napos ingyenes próbaidőszak is. Egyre több tartalom elérhető egyébként itt is magyar szinkronnal. Bár mennyiség tekintetében messze nem az Apple TV Plus listánk éllovasa, a minőséget illetően kifejezetten elöljár.
Havi 2790 forintért egyszerre 5 eszközön lehet nézni a tartalmakat, melyek között elsősorban a sorozatok emelkednek ki az átlagból. A végtelenül szívmelengető Ted Lasso nem véletlenül jár már 11 Emmy-díjnál, de nagy népszerűségnek örvend a Különválás vagy Severance is. Itt fut az Isaac Asimov művei alapján készült, bár az alapoktól számos helyen elkanyarodó alapítványsorozat, továbbá az M. Night Shyamalanhoz köthető Servant, a játékfejlesztés világába elkalauzoló vígjátéksorozat a Mythic Quest, vagy épp a Jason Momoa főszereplésével készült Sea is, ami már véget ért, szóval elejétől végéig mind a három évad a végignézhető. Filmek terén sincs oka panaszra, sőt, a 2021-es Koda 3 Oscar-díjat nyert. Nem fognak viszont örülni azok, akik csak szinkronosan fogyasztanak tartalmakat. Az Apple TV Plus kínálatában egyetlen film vagy sorozat sem kap magyar szinkront, be kell érnünk a magyar felirattal. Az itthon is elérhető versenyzők közül a legújabb az a Sky Showtime, ami alig pár napja startolt el. Havi 1990 forintért lehet rá előfizetni, de most akciós áron akár 990 forintért is lecsaphatunk rá, és amíg nem mondjuk fel az előfizetésünket, folyamatosan megmarad az 50%-os kedvezmény. Olyan stúdiók és csatornák válogatott tartalmaival érkezett meg az új szolgáltató, mint a Universal Pictures, a Paramount Pictures, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount Plus, a Showtime, a Sky Studios és a Peacock. Itt nézhető például a Halo TV sorozat, vagy az egyik legjobb Star Trek széria, a Különös új világok. Sorozatok terén érdemes még megemlíteni Sylvester Stallone főszereplésével a Tulsa King-et, Jeremy Rennerrel a Mayors of Kingstown-t, Kevin Costnerrel a Yellowstone-t, valamint annak már elkészült és tervezett spin-offjait. A legújabb mozifilmek közül itt nézhető a Top Gun Maverick és a Jurassic World világuralom is. A felsoroltaktól eltekintve azonban kijelenthető, hogy jelenleg a Sky Showtime kínálata az egyik legszűkebb. Vannak fontos megkötések is, amiket nem szabad elfelejteni a Sky Showtime esetében. Egyrészt semmiféle 4K-s tartalom nem elérhető egyelőre rajta, be kell érnünk a 1080p-s Full HD-vel. Másfelől jelenleg nem találunk hozzá se Xbox, se pedig PlayStation konzolokon applikációt, így az appot mindenképpen az okos tévén kell letölteni. Ti jelenleg melyik szolgáltatókra vagytok előfizetve? Tervezitek, hogy kipróbáltok valami újat a közeljövőben? Írjátok meg kommentben. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!